A szombati napot futszállal kezdjük 14 óra 30 perckor. A Rábaeto FC ugyanis a hétvégén a negyedik magyar kupa győzelméért utazik Berettyóújfalura. A győri fiúknak az elődöntőben a Veszprémet kell legyőzniük. Ha ezt az akadályt sikerrel veszik, akkor vasárnap 13 óra 30 perctől a szurkolók a döntőben izgulhatnak értük. 17 órától másodosztályú labdarúgóink veszik át a terepet. A Gyirmót a Kisvárdát látja vendégül az MB2 18. fordulójában. A két csapat előző találkozásánál gól nélküli döntetlen született idegenben, így hazai pályán csak a győzelem elfogadható a kék-sárgáktól. Egy órával később női kosarasainkon a sor. A Hatagróni Győrnél a héten megtört a jég, hiszen végre megszerezte első győzelmét a középszakaszban. Ezt szeretnék a győri lányok megismételni a Cegléd ellen, amelyet itthon fogadnak a bajnokin. Ezzel egy időben az Eto Szese a Gyöngyössel méri össze erejét az egyetemi csarnokban. A papírforma nem halászék győzelmével kecsegtet, így bravúr lenne akárcsak a pontszerzés is. Ha lemaradna a mérkőzésről, akkor sem kell aggódnia, másnap 16 óra 10 perckor mi is megmutatjuk. Mevungu kéri és kapja. A szombati napot labdarúgással zárjuk. A győri Eto FC-nek a tavaszi szezon első hazai bajnokján a PMFC-t kell legyőznie 20 órától. A hét zárásaként vasárnap a győri Audi Eto KC a Podgoricához utazik Bajnokok Ligája mérkőzésre. Kőkemény, azt szerintem már mindenki tudja. Most is arra számítunk, hogy nagyon-nagyon keményen fognak védekezni. Nagyon bízom benne, hogy a mi játékunk is olyan lesz védekezésben, legalább megközelíti azt az agresszivitást, amit ugye ők képviselnek, és akkor szerintem lehet esélyünk ott nyerni, természetesen úgy megyünk, hogy nyerni megyünk. A találkozó 19 óra 15 perckor kezdődik idegenben.